Sziasztok, én Bence Máté vagyok, és üdvözöllek titeket a mai videóban, ami az évfonása versenyem 2022-es év eredményhirdető videója. Az előző 4 év után már mondhatjuk, hogy hagyományosan, így a videó felvételével egyszerre osztom meg a top 10 döntőssel is a verseny eredményét, amihez ugye létrehoztam egy Instagram csoportot, amibe bevettem az összes versenyzőt, mármint a top 10 döntőst mindkét kategóriában, és a zsűritársaimat is, és most velük itt fogom megosztani a verseny eredményét. Ma egyébként szerda van, és este 9 órára ígértem meg a versenyzőknek, hogy jelentkezek az eredménnyel. Még nem régen éltem haza a munkából, csak sajnos ilyen későn volt erre időm, de szerencsére mindenki azt írta, hogy megfelelő neki ez az időpont, úgyhogy már 6 perc, és mindjárt meg is osztom velük a verseny eredményét is, veletek is. Pár nap késéssel, itt a videó felvételével pedig egy időben. Na közben már mindenki jelentkezik be, hogy itt van, úgyhogy hamarosan szerintem kezdődik is, már 8 óra 58 van, úgyhogy gyorsan összeszámlálom a népet, hogy mindenki megérkezett. Nagyon izgulok. Igaz, már az 5. év, de azért mindig olyan nagy dolog ez, úgyhogy örülök, hogy megint elérkezett ez a nap, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki jelentkezett a versenyre, és ne keseredjetek el, hogyha idén nem kerültetek be. Több olyan jelentkező is bekerült a top 10-be, aki tavaly is indult a verseny, esetleg akár nem került be, úgyhogy mindenki érdemes megpróbálni, és esetleg egy még extra fonást készíteni. Közben már 9 óra is lett, és ha jól látom, akkor már 18-an és 19-en is itt vannak. Azt hiszem, hogy egy valaki hiányzik. És akkor mindjárt kezdjük. Na de nem is húzom tovább a szót, akkor kezdődjön az eredményhirdetés. Kezdjük először az amatőr kategóriával. Gyorsan megnézem, hogy ki is a 3. helyezett az amatőr kategóriában. Itt közben 2 telefonnal nyomulok. Szóval az évfonása verseny 3. helyezettje amatőr kategóriában nem más, mint Máté Kira. Gyorsan megírom nekik is. Tök jó egyébként, hogy vannak ilyen kis doppergő emojik is, mert ezt most éppen bedobom itt minden bejelentés előtt. Szóval az amatőr kategória 2. helyezettje Kovács Laura. Gratulálok neked, Laura. Na, Laura talán lehet, hogy nincsen itt. Nem válaszol. Ja, de itt van, megérkezett Laura is. Hát nagyon örülök neki, hogy itt vagy, Laura. De jó. Na, és akkor jöhet az első helyezett. Szóval az évfonása verseny 2022-es év amatőr kategóriájának az első helyezettje nem más, mint Szabó Karina. Nagyon gratulálok neked is, Karina. De a többiek is nagyon ügyesek voltak ebben a kategóriában, úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy jelentkezett, és remélem, hogy jövőre újra találkozunk velük is. Na, akkor ez volt az amatőr kategória eredménye, és akkor lássuk is a szakmai kategóriát, már keresem is ki. Az évfonása versenyem 2022-es szakmai kategóriájának a 3. helyezettje Tóth Marianna. Nagyon gratulálok neki, gyorsan itt is megírom. A szakmai kategória 2. helyezettje Göndöcs Melitta. Na, lehet, hogy Melitta sincs itt a chatben, legalábbis eddig még nem reagált, hát remélem, hogy itt van. Igen, itt van, szerencsére Melitta is köztünk van, úgyhogy közben már nézem is az első helyezettet, itt is van nekem. Az évfonása 2022-es versenyem szakmai kategóriájának az első helyezettje Rácz Dóra. Nagyon gratulálok neked is, Dóra. Az eredményhirdetés igazából itt most véget is ért, még a többi versenyzővel itt megosztom a végső sorrendet, és igazából pakolhatjuk össze a nyereményeket, úgyhogy gyerünk vissza az üzletbe! Hát sziasztok! Üdvözöllek itt titeket a mai videóban. Régen köszöntettelek már titeket innen a kis üzletemből, de most az apropó az nem más, mint az évfonása versenyem eredményhirdető videója, amit most láthattok, és arra gondoltam, hogy összepakolhatnánk együtt a nyertesek nyereményét, majd de ki is készítettem a csomagokat, ezeket eddig itt őriztem hátul, és hát ott még egy pár doboz látható. Úgyhogy azok közül fogok most 6 dobozt választani a 6 nyertesnek, és akkor együtt készítsük nekik össze. Valamilyen spotot keresek a kamerámnak is, ahonnan jól be lehet látni itt a pakolgatást. Na
először a legnagyobb dobozzal fogom kezdeni, amit ugye a Remingtontól kaptam. Az első helyezettek egy-egy Proluxius hajszárítót fognak kapni, úgyhogy ez nagyban függ itt, hogy mekkora dobozba tudom az első helyezetteknek elpostázni a nyereményeket, mert attól függ, hogy ez belefér a dobozba, és lehetséges, hogy ez egy kicsit nehézkes lesz, végül is így belefér. Jó, meglátjuk, hogy mindkét kategóriában az első helyezett egy-egy ilyen hajszárítót kap. A második helyezettek egy-egy hidraluxos terméket, és arra gondoltam, hogy a szakmai kategóriában induló egy hajvasalót, az amatőr kategóriában induló pedig egy ilyen hajszárító eszközt fog megnyerni, és akkor jelöljük is ki, hogy melyik legyen a szakmai és melyik az amatőr oszlop. Jó, és végül a harmadik helyezett egy-egy kokonát smooth terméket, és itt pedig arra gondoltam, hogy a kúpvasat a szakmai és a hajvasalót az amatőr kategóriában induló, úgyhogy ezek szerint osztom itt szét, és akkor meg is vagyok a Remington termékekkel, nagyon szépen köszönöm a Remingtonnak az idejében, hogy támogatta a versenyemet, és biztos vagyok benne, hogy jó emberekhez fog kerülni a nyeremény, úgyhogy még egyszer köszönöm. Szintén egy nagyobb doboz, ezt az Afroline csapatától kaptam, és ők nagyon ügyesen már szétválogatták, nekem szortírozták helyezés szerint, hogy melyik helyezetnek melyik csomag jár, és ilyen kis tasakokba előkészítették nekem, mielőtt itt lenemről, ezt gyorsan megmutatom nektek. Ez az első helyezettnek a nyereménye, ami természetesen tartalmaz nagyon sok póthajat, amit ugye a hajfonáshoz tudnak majd alkalmazni a nyertesek, ugye mindenféle különleges színben, mondjuk hogyha így mutatom, akkor lehet, hogy jobban látszódik, tehát van zöld, szőke, narancssárga, kis barnás árnyalatok, egy kis sárgás árnyalat. Ezek a póthajak, ezen kívül ilyen glitter szálak is, amiket ugye mindenféle hajfonásba és kiengedett hajba is bele lehet rögzíteni. Ezen kívül lesznek hajgumik is a csomagban, hajvax, ami a fonáshoz nagyon szuper, ugye egy kis hajdíszek, ezeket nagyon sokan használták a verseny alkalmából is. Egy sampon fonott hajra, ez egy különleges újdonság. Még hajdíszek, egy lánc a hajba, és azt hiszem valahol egy fésű is van még. Úgyhogy ez kapja az első helyezet, értelemszerűen helyezéstől függően különböző az eloszlás, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az Afroline csapatának is, meg azt is, hogy ilyen szuperül külön válogatták helyezésre lebontva, hogy kinek mi jár, mert így nekem sokkal egyszerűbb dolgom van most a pakolásnál, úgyhogy elhelyezem most mindenkinek a dobozába az Afroline ajándékát. Jöhet a következő nagy doboz, ami összezsúfoltam egy kicsit kisebb dobozba, de annál nehezebb, és ez nem más, mint a Matrix és a Redken ajándék csomagja, úgyhogy ezeket fogom most szét szortírozni. Ők is természetesen nagyon sok terméket küldtek, sampon, balzsam, hajlak és mindenféle hajápoló termék. Nagyon szépen köszönöm innen is nekik a támogatást, ugyanis ők a verseny egyik legrégebbi támogatói, már negyedik alkalommal segítik a munkámat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik, nagyon hálás vagyok, hogy osszuk is szét ezeket a termékeket. A Matrix hajszín semlegesítő termékcsaládjait szerintem a szakmai kategóriásoknak fogom adni, hogy talán nagyobb hasznát veszik, és egyébként nem tudom, hogy tudtátok-e, de a Matrixnak szerintem egyedülállóan van zöld semlegesítő samponja is, amivel a sötét barna
vörösödésre hajlamos hajakat lehet semlegesíteni. Ugye alapból például a kék termékcsaládot láthatjátok, ami a rezes árnyalatokat hivatott kiütni a hajból, és ugye természetesen a mindenki által ismert lila sampon, azok pedig a haj sárga pigmentjeit semlegesíti, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezeket a szakmai kategóriában fogom szétosztani. Most pedig következik az Avon ajándék csomagja, ami körkefékből, bontókeféből és konykeféből áll. Ebből fog mindenki egy ilyen hármasat kapni, úgyhogy ezeket is elosztogatom a csomagokban. Nagyon szépen köszönöm az Avonnak is a támogatást. A végére pedig a L'Oréal csomagja maradt, bár utoljára, de nagyon szépen köszönöm nekik is a támogatást. Ők idén arckrémekkel, arcápolási szerekkel támogatják a versenyemet, úgyhogy mindenki kap majd egy kis arckrémet, valamint ilyen szérumokat, amivel frissen, ránctalanul tarthatják az arcukat, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a L'Oréalnak is a támogatást, úgyhogy most még ezeket is elhelyezem a csomagokban. Még el kell mennem a nyerteseknek kinyomtatni az okleveleket is, amit ugye ilyen kis képkertekbe fogok berakni, még kettő hiányzik, mert csak négy volt nekem, úgyhogy ezekbe kell még nyomtatnom az okleveleket, úgyhogy ezeket fogom még elhelyezni a csomagokba, illetve hát már majdnem elfelejtettem hát a díjakat is, az üvegplaketteket, amik nagyon jól mutatnak itt igaz nekem a kirakatban, szóval akár meg is tartottam volna, de nem, elküldöm a nyerteseknek, de mutatom is nektek milyen jó helyük volt. Itt voltak itt a kis Lego háza mellett, az évfonása 2022 első helyezett szakmai kategória. Na, most erre nem tudok csak azért se ráfókuszálni, de ez az amatőr kategória. Na, most sikerült, úgyhogy itt voltak nekem a vitrínbe, itt őriztem őket, de most pakolom is, és elhelyezem a dobozokba az első helyezetteknek. Na, el is készültem a csomagokkal, már oda is pakoltam őket, még itt egy kicsi rendet kell raknom, de a csomagokat összekészítettem, úgyhogy igazából már csak az oklevelek hiányoznak, azokat pedig valamelyik nap a héten összedobom, és akkor küldhetem is a nyerteseknek. Innen is nagyon gratulálok mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy az idei évben is velem tartottatok, hogy jelentkeztetek a versenyemre, és emeltétek a fényét, mert tényleg nagyon gyönyörű fonásokkal indultatok. Szerintem a 90%-át én magam sem készteném el, úgyhogy nagyon ügyesek voltatok azok is, akik esetleg idén nem kerültek be, nem értek el helyezést. Ne keseredjenek el, jövő évben is igyekszek megrendezni a versenyt, és akkor ki tudja, lehetséges, hogy akkor ti fogtok pont bekerülni a döntősök közé, valamint már az idei évnél is körvonalazódott bennem, hogy az előző évben nyertesek számára is a jövő évben valószínűleg engedélyezni fogom az indulást, kizárólag a szakmai kategóriában, úgyhogy ha az eddigi versenyeken bárki helyezést ért el, és emiatt ugye nem indulhatott többet a versenyen, ez a jövő évtől változik, és a jövő évtől a szakmai kategóriában, tehát az is, aki mondjuk az idejében az amatőr kategóriában helyezést ért el, az is indulhat a jövő évben a szakmai kategóriában, úgyhogy mindenkinek lesz lehetősége a jövő évben megméretni magát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további szép napot kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, és találkozunk a jövő évben, nem tudom, hogy addig várlak titeket videóval, nem ígérek semmit sem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma, legyen szép napotok, sziasztok! Elvágtam az ujjamat a karton papírral, de megvagyok. Sziasztok!